Sziasztok, ebben a videóban egy új alkatrészt fogunk elkészíteni milliméterben. Halasszuk ki Sketchben az XY tengelyt. Kezdjük a rajz alapján a köröket megrajzolni. 60 mm-es átmérőjű, 76 mm-es átmérőjű. Ez lesz az osztóköre a furatoknak, meg egy 92-es átmérő, ami az anyagnak a külseje. Utána szerkesszük meg a 14-es átmérőjű furatokat. Jelöljük méretekkel, milyen távol van a középponttól. Azután zárjuk le a kontúrt. Ezt úgy csinálhatjuk meg, hogy egy egyenest behúzunk, és odaérintjük a köröknek a vonalához. Azután, ami nem kell, azt töröljük ki. Én ezt a videóban folyamatosan fogom csinálni, nem sűrítem össze egy lépésbe. Ugyanez a másik oldalán. Utána rakjuk rá még itt Sketchben a rádiuszokat, 10-es rádiusz lesz. Rakjunk le egy 10-es átmérőjű kört. Ezzel fogjuk megadni azt a 8 darab furatot, ami körbe van osztva a munkadarabon. Kényszerezzük be vízszintesen a középponthoz. És igazítsuk be az osztókörnek a vonalába. Ezután a circular parancssal osszuk körbe ezen a körön, a 76-os átmérői körön. Ezután, ami ugye a lila vonalakat el akarjuk tüntetni, mert azok nem voltak beméretezve, vagy egy kényszer hiányzott róluk, ezért én ezt instant méretezéssel megoldottam. Ilyenkor ez nagyon hasznos tud lenni. Azután extrudáljuk, ez csak az egyszerűség kedvéért, de alapból is ki tudtam volna húzni az anyagot. Mondjuk 15-tel már sajnos a rajzon nincsen megadva, és elkészültünk. Mentsük le. Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni tőlünk, akkor iratkozzatok fel. Nigga wanna see me fall, Stephen Curry how I ball, Gosha garments and a white tree on my body, I'm an icon, and my girl a problem, I should fuck her in the best.